Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője. 6. és 7. kerületben még jobban ismerik, mint országszerte, de hamarosan országosan is, hisz nagyon fontos bizottságok alelnöke. Törvénykezés, megindult az új parlamenti szezon. Készül-e valamire az országgyűlés, hogy Ukrajnával egy kicsit kesztyűsebb kézzel próbáljuk megmenteni az ott élő magyar állampolgárokat? A kormányzat folyamatosan részben gondolkodik azon, hogy mit tehetne még többet a külhonban lévő magyarságért, különösen Kárpátaljáért. Ugye hozzá kell tenni ehhez a kérdéshez, hogy bár mindenütt nagyon nehéz a magyarság helyzete a külhonban, erről sokat beszéltünk már, és sokat is lehetne beszélni, de most Kárpátalját tényleg szó szerint élet-halálharcát vívják az ottani magyarok. És az 1991-ben az Antal kormány által kötött nemzetközi egyezményben... Akkor én tévedtem, évvel, mert én 92-t írtam. Lehet, bocsánat, hogy én tévedtem, mert hogy 92 elnézést, jól ismerem a szerződéskötés körülményeit. Tehát az Antal kormány által megkötött nemzetközi megállapodásból szinte semmi nem teljesült a magyarság vonatkozásában. A magyarság helyzete folyamatosan romlik. Tehát nem, hogy a szerződés szellemében az ott élő magyarságnak a helyzetét javította volna, vagy tett volna ezért az ukrán kormányzat, hanem a magyarságot ellenségnek kezeli. De a kérdésére válaszolva, folyik arról belső konzultáció és a jogi, illetve politikai lehetőségeknek a vizsgálata, hogy mit tudnánk még többet tenni. Ugye nagyon érzékeny is abban a szempontból a kérdés, hogy ugye mindig azzal a váddal illetnek bennünket, különösen a liberális oldalon, hogyha föllépünk a magyarságért határozott eszközökkel, akkor valójában majd a végén rajtuk csattan az ostor. Ha pedig nem lépünk föl kellőképpen, akkor az ott élő magyarság fogja rajtunk számon kérni, hogy mit teszünk. Ugyanakkor szerintem teljesen egyértelmű a helyzet, Magyarországnak hallatnia kell a hangját mindenütt a világban, hogy ráébredjenek azok, akik nem szeretnek úgymond a magyarságra figyelni, ráébredjenek arra, hogy itt valójában egy, most nem nemzetközi jogi értelemben használom ezt a fogalmat, de egy politikai genocídium folyik a magyarsággal szemben, elüldözik őket az őshonos lakóhelyükről, ősi szülőföldjükről, akik egyszerűen egyfajta fogolynak is érzik magukat ebben az országban. Én azt gondolom, hogy nagy a félelem most a kárpátaljai magyarságban, hisz megindultak ismételten az erőteljes besorozások. Én úgy hallom, nem sokára megyek Kárpátaljára, én úgy tudom, hogy most már a gyárakból viszik el a fiatalokat, akik nem vették át a behívó parancsot, vagy éjjel a szórakozó helyről, vagy ahol éppen elmennek fiatalok találkozni, oda viszik a parancsot, és egyúttal be is viszik a fiatalokat, úgyhogy már a szüleik azt se tudják, hogy miért nem érkeznek haza. Tehát rendkívül... Játszunk el, egy muszáj, hogy megszakítsam, játszunk el egy gondolattal, hogy Ukrajna ott van, ahol van, és ezek a fiatal emberek nem magyar állampolgárok, hanem esetleg amerikai állampolgárok is. Van elképzelése arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok mit tenne azért, hogy ne sorolják be őket, vagy ha valami bántódásuk esne? Mi a különbség? Nem tudom, odafigyelte, látta-e, hogy Észak-Koreával való kapcsolatok megindításának az egyik alapja az volt, hogy azokat az amerikai állampolgárokat, akik be voltak börtönözve Észak-Koreában, vagy akár meggyilkolták őket, hogy a holttestüket megkapják. Miért vonatkozik másfajta jogi eljárás arra, ha valaki amerikai állampolgár, izraeli állampolgár, vagy a példakedvéért magyar állampolgár? Nem vonatkozik rá más jogi szabály, egyszerűen más az erőtényező. Az Egyesült Államok, ha visszaemlékszünk például a Reagan kormányzat idejére, amerikai állampolgárok sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén képes volt fegyveres akciókra is például mondjuk Líbiával szembe. Tehát az Egyesült Államok... Tehát ilyenek az emberi jogok, nem? A kormány felelős a polgáraiért. Igen, egy olyan nagy hatalom, mint az Egyesült Államoknak egész más lehetőségei vannak. Itt Ukrajnában... Merjünk mi is nagyok lenni. Én is ezt hallom, mindig azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy lélekszámban ma az egész világ népességéhez képest kis országunk, de lélekben, történelmünkben, szenvedéstörténetünkben abban egy óriási nép vagyunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar kormány erőn felül teljesíti. Én azt gondolom, hogy radikális lépésekre is szükség van, hogyha az emberi jogokról van szó. Egyszerűen már
már nincs hova tovább hátrálni. De miért nincs hova? Mi az Európai, az Egyesült Európának a tagjai vagyunk. Az Európai Uniónak van egy olyan cikkeje, ugyanúgy, mint a NATO-nak, a NATO-nak az ötös cikkeje, hogy megvédi a társának a polgárait. Akkor miért nem? Az Unió, azt nem mondom, hogy béna kacsa, de az emberi jogokat egyfajta fegyverként használja fel azokkal szemben, akiket úgymond célcsoportnak tart, vagy célpontnak tart. Ugye Magyarország most bizony szempontból célkereszten van Brüsszel szempontjából, tehát Brüssel nem őszintén híve az emberi jogoknak, meggyőződésem, hanem az emberi jogokat egy címkének használja. Hogyha valóban érdekelni az emberi jogok, akkor például azzal kezdene foglalkozni, hogy Ukrajna és az Unió között létrejött megállapodás, nemzetközi megállapodás alapján vizsgálja, hogy Ukrajna mit tett a demokrácia érdekében, ugye így szerepel a szerződésben, a nemzetközi statútumban, hogy az intézményrendszert átalakítja a demokratikus jogelveknek megfelelően. Ezt persze nem teszi. Most ehhez képest az Unió ezzel egyáltalán nem foglalkozik, tehát ha való például az emberi jogok súlyosan sérülnek, az éppen most Kárpátalja, és az Unió arra nem figyel oda. Magyarország annyit tud tenni, és annyit kell tennie, hogy a nemzetközi fórumokon föllép, jogi, politikai, gazdasági segítséget nyújt az ott élő magyarságnak, és nyomás alatt tartja az ő nemzetközi diplomáciai eszközeikkel Kijevet, hogy ezt bizony emellett nem fog elmenni a magyar kormány, és azt gondolom, Kijevnek az lenne az érdeke, hogyha szeretne az Unióhoz csatlakozni, vagy szeretne valóban jó szomszédságot, hogyha az emberi jogokat tiszteletben tartja. Ma sajnos nem ez történik, én inkább úgy fogalmaznak, hogy mintha Ukrajna keresni a konfliktust, keresni az újabb konfliktust. Akkor ugorjunk át a szomszédos Romániában. Az Európai Unióban olyan hangokat hallottunk október 23-án, minthogyha nem 1956. október 23-áról emlékeztek volna meg, hanem valami egészen másról. Mi erre a magyar kormánynak, illetve önnek személyesen a válasza? Egy olyan ügyvédnek, egy olyan parlamenti képviselőnek, aki szabad idejében díjazás nélkül barátaival magyar-román állampolgárokat próbálnak végni emberjogi ügyekben. A magyar kormány álláspontját azt a magyar kormány közé tette, illetve közé is teszi. Én nekem október 23-ával a Junckers-féle nyilatkozata kapcsolat az a véleményű végtelenül ízléstelen alapvetően, és nagyon nem helyén való. Tehát az, hogy Erdélyt magához csatolta, vagy saját magához hívta, csatolta román, illetve bevonultak román csapatok Erdélybe, ez a magyarság számára, a szétszakított családok ezei, tízezei számára nem ünnep, és azok a magyar emberek, akik úgy érezték, hogy a hazájukat veszítették el, és azóta emberi jogaikban, szülőföldjükhöz fűződő jogaikban, kulturális jogaikban súlyosan sérülnek, ez már 100 éve így lassan, tehát azok úgy érzik, hogy ők elveszítették a szülőföldjüket. Ebben nincs mit ünnepelni, tehát a magyarság oldaláról ez nem egy ünnep, az pedig egy külön érdekes és történelmi tényként is vizsgálandó kérdés, hogy vajon ennek az egyesülésnek milyen volt úgymond a nemzetközi jog alapja, egyáltalán szabályosnak volt a tekinthető. De én azt mondom, hogy amit a Junckers nyilatkozott, hogy ez egy európai ünnep, valójában egyfajta fél erőszakos akcióterületfoglalás, azt én nem tartanám ünnepnek. Nem elképzelhető, hogy egy olyan konkrét választ kéne adni az Európai Uniónak, követelni, hogy úgy Románia, mint Ukrajna esetében egy sargentini jelentéshez hasonló jelentést vizsgálják ki, és hozzák az Európai Unió tudomására, hogy mi történik az ott tartózkodó kisebbségekkel. És ezzel nem a mostani jelentésnek a magyar vonatkozású tartalmára gondolok. Én messze menünk, akik egyetértek, azt gondolom, hogy a magyar kormányzat dolgozik a legkülönbözőbb megoldásokon. Bizony el kéne egy szargentini jelentés. Láthatóan dolgozik rajta, vagy csak a színfalak mögött? Én úgy tudom, hogy dolgoznak a lehetséges megoldásokon. Én azt gondolom, hogy a magyar kormányzat tényleg őszintén szólva és a televízió nyilvánosság előtt szinte a maximum a falig elmegy, amikor a magyarság védelméről van szó, most is megtesszük és meg fogjuk tenni, amit meg lehet tenni. Hozzáteszem, hogy ahogy az előbb is elmondtam, például Judit Sargentini asszonynak, hogy az emberi jogok akkor fontosak, amikor politikai céljaik vannak. Aki pedig valójában hisz a jog erejében, valóban hisz a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak, ott az szerepel, hogy nem teszünk ember és ember között különbséget. Tehát erről szól az egész
egész zsidó-keresztény kultúránk. Na ez, ami Brüsszelből hiányzik. Nem teszünk ember és ember között különbséget, mondja egy jogász, egy parlamenti képviselő. Ugyanakkor mit tesz ön, és mit tesz a pártja, amikor már előző vendégemtől is megkérdeztem, egy magyar parlament tagja és annak társult tagjai, hamarosan talán egy egész frakciójuk lesz, arra buzdítja Magyarország lakosságát, hogy aláírásával mondjanak nemet, és menjenek a kormány döntése ellen, amiben a kormány támogatta, vagy támogatásáról döntött a 2019-es Makabi, a Nemzetközi Zsidó Sportolimpiát. Hogy néz ránk a világ, hisz ezeknek az aláírásgyűjtéseknek úgy a nyomtatott, mint az elektromos médiában, határozottan magyar image romboló hatásuk van. Magyarországon a magyar kormányzat többször kifejtette, meghirdette, és ez a politikáknak létre, hogy zéró tolerancia van rasszizmusnak és az antiszemitizmusnak, antiszemitizmussal szemben, tehát egy zéró toleranciát hirdettünk meg. Az, hogy valakik ismét visszajelnek, úgymond egyfajta szabadság oka, az aláírás gyűjtés egyfajta szabadság, én azt magam részéről... És ez pont október 23-án hirdetik meg, igen, egy nemzeti ünnepen. Nemzeti ünnepen, egyúttal megcsúfolva a nemzeti ünnepünket, megcsúfolva embertársainknak az alapvető jogait, és én ezt megmondom őszintén, nem szeretek súlyos kifejezéseket használni, és igyekszek diplomatikusan fogalmazni, de azt gondolom, hogy ez megint egy visszaélés a szabadságjogokkal. Tehát visszaélés, és hát erősen úgy gondolom, hogy van zsidó embertársaink ellen irányuló éle, a magyar kormányzat fel fog ezzel szemben lépni, nem tudok helyettük természetesen nyilatkozni, és a magyar kormányzat helyett nyilatkozni, azt gondolom, hogy fel fog lépni ezzel szemben. Én azt gondolom, hogy visszaélés ez a joggal, visszaélés, és megcsúfolja mindazt, amit mi a zsidó-keresztény kultúránkban tanultunk. Időnk még egy kérdés maradt hátra, hamarosan történelmi beszélgetésre kerül sor egy fővárosi kerületben, ahol egy történész fog találkozni az ön pártja szervezésében a nagy közönséggel. Moszkva és Budapest, illetve Moszkva és Magyarország, a Szovjetunió és az akkori Magyarország kapcsolatairól 56 és 56 után. Igen, ezt rendezünk egy fórumot, és részben 1956-ra emlékezünk, 1956 hőseire és áldozataira, és ezúttal föl fogjuk tárni és meg fogjuk beszélni a nemzetközi jogi diplomáciai hátterét is, hogyan született meg a döntés, hogyan nem születtek meg bizonyos döntések, hogyan alakult ki a kádári új rendszer, ennek az alapjait hogyan vetették meg Moszkvában, Moszkva barát politikusok hogyan árulták el ezt a nemzetet. Ennek fogjuk megvizsgálni a történész, vagy történészi szemmel ennek a hátterét. Ki lesz a történész? Kun Miklós professzor úrt várjuk, és szabadságharcosokat is várunk, akik emlékeznek. Tehát akkor végre eljutunk oda, hogy a ki nem beszélt eseményeket elkezdjük kibeszélni? Igen, igen. Őszintén kell, azt gondolom, hogy beszélünk a múltról, az őszintesség azt hoz valódi eredményt és valódi tiszta képet. Nagy kár, hogy nincs ideje következő beszélgetésünket, amit a korahajnali órákban vettünk föl dr. Gémesi Györggyel, Gödöllő polgármesterével, melynek keretében a polgármester úr elismeri, hogy igenis szükség van arra, hogy a hajléktalanok kellő ellátásban részesüljenek. Úgy tűnik, hogy az ő városában erre mintaértékűen rendeleteket hoznak és végre is hajtják. Ezt a beszélgetést láthatják most, majd utána következik a híradó. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, visszavárjuk. Tehát most Gémesi Györggyel, utána híradó, és jövünk vissza.